Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Egy kicsit kilóg a társaságból, mivel én kutató vagyok, csillagász, de már kell egyszer beszervezett, hogy a Keplerről beszéljek. Úgyhogy aki nem tudja, mi a Kepler, az keresse fel a régi előadást, ugyanis... Merre nyomkodom ezt? Oké. Tehát most a Keplernek nem az eredményeiről fog beszélni, hanem a Keplernek a végéről. És a Kepler egy űrtávcső, és mint egy ilyen, a felépítése az, veszünk egy távcsövet és rászegeljük egy műhold platformra, és a műhold platform az, ami irányban tartja a távcsövet, ezért pedig négy lentkerék felügyel, ilyen kis lentkerekek, aminek lehet szabályozni a forgás sebességét. Na ilyenből szép lassan kettő gajra ment, maradt kettő másik, ami csak két térbeli irány fenntartására alkalmas. És ilyenkor a távcső billegni fog. Ez problémás, ugyanis a Kepler, ami ugye exobolyókat keres, csillagok fényességét méri nagyon pontosan, azon alapult, hogy a csillagok, tehát a szép nagy CCD kamerán nagyon pontosan egy pixelen maradtak. Méghozzá pixelnek a tört részén, ugyanis hogyha elcsúszik, akkor kicsit más érzékenységű pixelre kerül a csillag képe, már is romlik a fotometriai pontosságunk. Úgyhogy a Keplert az 2013 májusában biztonsági módba állították, és próbálták a két rossz lentkereket helyreállítani, de nem sikerült. Úgyhogy felmerült a kérdés, hogy akkor mi legyen a Keplerrel. És a NASA kutatók a Kepler Science Team a közönség segítségét kérte, a tudományos közösséghez fordultak, hogy légy szíves, küldjetek be white paper-öket, és írjátok le, hogy szerintetek mire lehet használni a Kepler, bármi jöhet. Úgyhogy jött 42 white paper, meglepő módon. Volt itt minden. Csillagok, bolygók, észleljünk halmazokat, észleljük a Neptunus, kisbolygókat, kettőcsillagokat, változó csillagokat. És ugye a Kepler az egészen messze van, az a nap körül kering, szép lassan lemaradva a Földtől, tehát amikor a kelt megkérdezte, hogy hány száz kilométerre van, akkor arra az a válasz, hogy olyan 70 millióra. Oda nehéz szerelőt küldeni. És ez itt egy tervnek a kinézete. Az egyik javaslat az volt, hogy a Kepler az itt van, akkor belát ide pont a Föld elé, itt nekünk erre van nappal, nem látunk semmit, viszont azokat a kisbolyókat, amik itt kóricálnak és potenciálisan eltalálják Oroszországot, azok megfigyelhetőek lesznek. A bolondabb elképzelés az az volt, hogy vegyünk egy nagy infravörös lézert, világítsunk valahova ide, és akkor az megvilágítja a legkisebb kisbolyókat is. Aztán persze nem ezt választották, a K2-nek elnevezett projektet találták ki, ami úgy működik, szemléltetek, a Kepler az idáig így keringett a nap körül, a napra merőlegesen áll, és így egész évben látta azt az égterületet, ahol a bolygókat kereste, és ezt csinálta 4 évig. És kitalálták, hogy döntsük el a Keplert így oldalra, és akkor a napnak a sugárnyomása az pont egyenletesen oszlik el rajta, és nem fog sem erre sem billegni. A probléma az, hogyha ez így kering, akkor vagy belesüt egy idő után a nap a tárcsőbe, vagy pedig a popóját süti, ahol nincs napelem, mind a kettő rossz. Úgyhogy most már nem egy égterületet mér, hanem 75 napig mér egyet, aztán elfordul 90 fokkal, ott megint 75 napig mér egy másik területet, és így feltérképez. Egyenlőre 9 területet az égbolton, és itt aztán minden található. Megméri majd például a fiastyúkot, a szép csillagkeletkezési régiót a Skorpióban, a galaxisokat a szűz oroszlán területen, ahol szupernovákat fog keresni, a Neptunus. A Neptunus ugyanúgy oszcillál, rezgések vannak benne, mint egy csillagban, csak nagyon nehéz őket megfigyelni, de ezzel a belső szerkezete feltérképezhető. A halványvörös óriások közül még mindig találhat kőzetbolygókat, fiatal csillagokat fog megfigyelni, például a fiastyúk is egy viszonylag fiatal halmaz, és itt születő bolygórendszereket is kereshet, ilyeneket még nem mért. Illetve a közeli fényes csillagok körül is fog bolygókat keresni. A nagy kérdés, hogy ez megvalósul-e? Kicsit már van K2 küldetés, december óta folynak különböző tesztek, és például már mért bolygófedést is, ez egy korábban ismert óriás bolygó volt, Bakos Gáspárék felfedezése, aminek kimérte a fedését, és márciusról májusig hamarosan elkezd egy teljes ilyen kampányt végigmérni, ez még egy főpróba lesz,
de erre is 126 propózalt küldtek be a csillagászok, 110 000 csillagot javasolva, ebből szűk 8000-et választottak ki végül, és csak 13-at választottak ki, ami gyors mintavitelezéssel 1 percenként fogja megmérni a fényességét. Örömmel mondom, hogy ebből 2 magyar csillagászok javasoltak. És a folytatás az bizonytalan, ugyanis 2014 májusáig szól a mostani büdzséje a Keplernek az üzemeltetése, és akkor újra felülvizsgálják, és mivel ez egy új program, ezért egy teljes új felülvizsgáláson kell átesni az összes többi asztrofizikai programmal is, úgyhogy nagyon erősen bízunk benne, hogy az eddigi eredmények azok meggyőzik a nagy fejeket, és megadják azt a kb. 10-20 millió dollárt évente, ami a K2 üzemeltetésre szükséges. Köszönöm a figyelmet! Kérdés. Hátul. A Hubble-hoz képest milyen felbontású ez a távcső? Tehát várható, hogy szebb képeket csináljon, vagy pedig csak érszépen? A Kepler nem csinál szép képeket. Kifejezetten rossz a felbontása, ugyanis nem képeket készít, nem az a cél, hogy szép képeket készítsen, nem látja a bolygókat, hanem nagyon pontosan megméri a csillagoknak a fényességét, és amikor egy csillag előtt elhaladni látunk egy bolygót, mert a pályasítjában pont belelátunk, akkor ez egy nagyon kis darabot kitakar a csillag korongjából, és mi ezt úgy látjuk, hogy a csillagot, ami csak egy paca, néhány pixelen, annak a csillagnak a fényessége nagyon kicsit lecsökken itt. Gyakorlatilag ezeket a jeleket keressük a csillagok fényességében. A maguk a képek nem kifejezetten esztétikusak. És eleve csak bizonyos pixeleket tölt le, amik az adott csillagot tartalmazzák, mivel hogy összesen 16 GB tárhelye van, és... Ez itt, ez 430 MB-os nyers képeket készít, és 20 percig olvasni. Úgyhogy... 95 megapixelből 5 és felett mentenek csak el. További kérdés? Volt előle egy. Hát egyenlőre azok az első két lentkeréknél ott látszott, hogy a súródás az elkezdett megnőni. Tehát amikor a második, az januárban kezdett el nőni a súródás, és májusban állt meg végül. Tehát azt azért lehet előre tudni, hogyha gebasz van. Egyönre semmi jele annak, hogy emelkedne a súródás. Ha igen, akkor valószínűleg nincs mit tenni. És az felmerült, hogy pótolják Keplert egy második hasonló szondával, vagy túl költséges, és ezért inkább nem? Utódok vannak tervben. Nem a Keplernek a másod példánya lesz, de több űrtárcsa is van tervben. Az amerikaiak egy TESS nevű űrszondát űrtávcsőt terveznek, azon 4 kicsi távcső lesz, és az csak a fényesebb csillagokat fogja vizsgálni, viszont az egész égboltot fel fogja térképezni szisztematikusan. Ez 2017-ben indul, és most fogadta el az Európai Ügynökség a Plátót, ami gyakorlatilag egy Kepler-szteroidokon, 34 kis távcsővel, amik sokkal nagyobb égterületet fognak mérni, és szintén több éven át fognak keresni bolygókat. Ez 2024, tehát az még 10 év. Valószínűleg nem. Tehát az is fényességeket fog mérni. Viszont a Plátóban az azért jó, mert az európai, és annak a vezetőségében van egy magyar fél is, tehát ott a konzorciumnak is tagja Magyarország. Két kérdés. Akkor tiéd. Jó, én azt szeretném megtudni, hogy micsoda, körülbelül csak hogy lássuk, 10-20 millió dollár évente. Ez micsoda? Ez egy 500 fős csapat valahol, vagy? Ez egy körülbelül néhány tucat fős csapat maximum, mérnökök és kutatók együtt. Az adatbázis kezelés, a rádiókapcsolat, a Deep Space Network antennákkal való üzengetésnek, adatletöltésnek is van ára, amit az adott küldetés büdzséjéből ki kell fizetni a rádiósok felett. És utazási költség, bérek, stb. Ennyi. Tehát ebből áll össze. A 10-20 millió dollár az nem olyan sok. Ha azt nézzük egyrészt, hogy a Kepler 600-ba került, és tehát a megépítés és az első 3 év működtetése,
valamint hogy a NASA az most éppen megvágja az asztrofizikának a költségét. A 600 millió, 670-ről lecsökkenti 607-re, és a SOFIA repülőgépet, ami 85 millióba kerül évente, azt akarja a raktárba tenni. Az egy nagy Boeing repülőgép, a hátuljában van egy infravörös távcső, amivel felmennek magasra, kinyitják és észlelnek. Na, azt például most le akarják tenni raktárba, mert a 85 millió túl sok. A Hubble 90-be kerül évente. Köszönjük szépen, én a sörözés közben nem még kérdezni. Igen, de gyorsan, mert megyek.